tündérmesék már évszázadok óta a kultúránk részét képezik. Örökérvényű igazságokat és fontos tanulságokat tartalmaznak például az önzésről, irigységről vagy arroganciáról, de a körítés gyakran sikerül túl durvára. Ebben persze benne lehet korunk békés életmódja a múlt századokéhoz képest, de rengeteg olyan mesét találunk, ami mai fejjel egy gyerek számára roppant felkavaró lehet. A zuhanás a pokolba, élve megnyúzás vagy állatkínzás nem feltétlen esti mesébe illő témák. Sziasztok! Donát vagyok a tízes listától, és ma elhoztam nektek 10 hátborzongató gyerekmesét, amik bőven túllőnek a célon. A népszerű Disney és Grimm meséket direkt hagytam le a listáról, ezek eredeti verziói köztudottan durvábbak, mint amikkel a mesekönyvekben találkozhatunk, viszont már nagyon sok videó készült a témában. Hogy ne legyen unalmas, én próbáltam kevésbé ismerteket gyűjteni nektek. Ti ismertek még hasonló fura meséket? Kezdjük egy könnyedebb darabbal, aztán mehetünk az egyre durvább mesék felé. A The Witches, azaz boszorkányok, Roald Dahl angol író tollából született meg még 1983-ban. A gyerekkönyvet még a Wikipédia is dark fantasyként emlegeti, ami már önmagában fura egy kicsiknek szóló alkotásnál. A történet főszereplője egy frissen megárvult brit kisfiú, aki norvég nagymamájához kerül, majd együtt visszaköltöznek Angliába. A nagyiról kiderül, hogy visszavonult boszorkányvadász, és hogy boszorkány közösségek tevékenykednek minden országban. Fő céljuk pedig minél több gyerek megölése. Véletlenül belebotlanak az angol boszorkányok éves gyűlésébe, akik azt tervezik, hogy egérré változtatják az összes gyereket, akiket így majd a saját családjuk fog kinyírni. Elég elvetemült ötlet. Ezt a tervet persze sikerül a főhősnek meghiúsítani és elpusztítani a boszorkányokat, de a könyv vége adja az igazi gyomrost. A szerintem gyerekeknek kicsit erős részt. A fiú a boszorkányok elleni küzdelemben egérré változik, és a nagymamája szomorúan közli vele, hogy ebben a formában már csak 9 éve van hátra. A kisfiú erre azt válaszolja, hogy ő nem bánja, amúgy sem szeretné túlélni a nagymamáját. Végül együtt felkerekednek, hogy a világ összes boszorkányát levadásszák. Ennél lehetett volna kicsit kevésbé szomorú a befejezés. A Mr. Popcorn című történet írója valószínűleg egy kicsit beteges és szadista ember volt. Meséje egy 1800-as évek végén készült rövid történeteket tartalmazó gyűjteményben szerepelt. A popcorn egy érdekes szójáték, mivel kukorica apót és pattogatott kukoricát jelent egyszerre. Lássuk is, hogy miért. Mr. Popcorn egy élő kukoricacső volt, kis kalappal a fején. A környéken élő gyerekek odaosontak hozzá, majd megtámadták és kukoricaszemeket téptek le a szerencsétlen lényről. Az élő kukoricáról leszedett szemeket ezután egy nagy edényben kipattogtatták. A történet nem csak meglehetősen morbid, de illusztrációk is voltak hozzá. A popcorn üldöző gyerekek, a szemek kitépése, majd megfőzése és a pattogatott kukorica majszolás. A szegény kukoricacső számára ez inkább horror, mint kedves gyerekmese, és szerintem is elég fura. A következő a Gumifenék című tisztázatlan eredetű angol történet, amit főleg vidéki falvakban ismernek. A főszereplő egy fiatal lány, akit a családja elküld a vásárba húsért. A lány azonban trükkösen és nagyon-nagyon beteg módon a húsra kapott pénzt elteszi magának, és a saját fenekéből vág le egy darabot, hogy hazavigye vacsorára. A család még meg is dicséri, milyen finom alapanyagot hozott nekik. Ez így megy hetekig, a lány minden vásár alkalmával átveri a családját, míg végül elfogy a fenekéről a levágható rész. Itt nem tudom, hogy kiderül-e a hazugsága vagy sem, a lényeg, hogy a szülei készítenek neki egy fenékprotézist valami rugalmas gumiszerű anyagból. A lány boldogan használja a műfeneket, míg nem egyszer leesik egy fáról a gumiülepére és pattogni kezd. Szegény lány nem tudja abbahagyni a pattogást, és a fenekén elugrál a faluból, a családja pedig soha többé nem látja. Gondolom ez egy tanmese próbál lenni arról, hogy ne hazudjunk a szüleinknek, de elég érdekesen van előadva. A boszorkányokat is megíró Roald Dahl másik munkája The Twits, avagy Tökfejek című gyerekkönyv. A történet főhőse Mr. és Mrs. Tökfej, akik egy ablakok nélküli téglaházban élnek. A házaspár két tagja gyűlöli egymást, ezért folyamatosan csínyekkel szivatják a másikat. Mrs. Tökfej például gilisztákat kever férje spagettijébe. Visszavonult állatidomárok és egy majom családot is tartanak otthon fogságban.
A majmokat próbálják mindenfélére megtanítani, és ha nem tudják teljesíteni Mr. Tökfej utasításait, Mrs. Tökfej megveri őket a botjával. Az állatbántalmazás már önmagában nem valami gyerekkönyvbe illő, de itt jönnek még a madarak is. Mr. Tökfej ragasztóval keni be a fák ágait, hogy a madarak odaragadjanak, a felesége pedig pitét süt szegény állatokból. A majom család végül egy ügyes tervvel átveri a párt, akik a történet végén elkapnak egy ritka betegséget, és addig zsugorodnak, míg teljesen el nem tűnnek. A két tökfej karaktert még egyéb tulajdonságok is színesítik a mesében. A férj egy már reggelihez is sört vedelő alkoholista, a feleség pedig egy üvegszemű rondaság, aki csak azért jár sétabottal, hogy gyerekeket és állatokat verhessen vele. A Max és Moritz egy német nyelvű verses mese, ami két megátalkodottan rossz kölyök kalandjait mutatja be. Max és Moritz elég durvára sikerült csínyekkel tréfálja meg a falu lakóit. Az özvegy csirkéi elé dróttal összekötött kukoricát dobnak, a szegény állatok pedig úgy összegabajodnak, hogy le kell őket vágni. Amikor az özvegy a csirkéket süti, a fiúk kilopják azt a kéményen keresztül, az idős hölgy pedig a kutyáját vádolja és megveri szegényt. Nem mesélem végig az összes csínyt, de a szabó majdnem megfullad miattuk, a tanárjuk pipájába pedig puskaport töltenek és ezzel leégetik a fél fejét, szóval egész kemények a srácok. A történet végén természetesen a rossz megkapja méltó büntetését, de gyerekmese viszonylatban ez is elég durvára sikerült. Max és Moritz a farmer magtárából akarnak ellopni egy zsákot. A gazda észreveszi őket és beteszi őket a zsákba, majd a malomba viszi, megörli és a kacsák elé dobja a fiúk maradványait. A mese végén a városka lakói mind boldogok, hogy a két gyerek nem keseríti tovább az életüket. Persze nem voltak angyalok, de nem szokás örülni gyerekek halálának, ráadásul könnyen túlléptek a tényen, hogy a gazda egy pszichopata gyilkos. Edward Gorey az 1950-es évektől kezdve alkotta meg sokak által ismert könyveit. Kora Tim Burtonjének is hívják stílusa miatt. A sötét és morbid rövid történeteihez fekete-fehér, kicsit aranyos, de közben creepy illusztrációkat is készített. Több mint 100 kicsavart és hátborzongató alkotása közül most a Gashly Crump Tiny-t emeltem ki. Bár lehetne vitatkozni arról, hogy az alkotó gyerekeknek szánta el vagy sem, alapvetően egy verses formában megírt ABC tanulást segítő szösszenetről van szó. 26 oldalon keresztül mutatja be az angol ABC 26 betűjét. Minden betű egy gyerekhez és annak adott betűvel kezdődő nevéhez tartozik, aki valamilyen módon épp meghal. A Gashly Crump Tiny-re gondolhatnánk úgy, mint egy kis oktatókönyv, ami a gyerekekre veszélyes tevékenységekről szól, de azért elég durva dolgok is vannak benne. Van gyerek, akit egerek falnak fel, egy másikat piócák szívnak szárazra, míg van, akit egy bűnöző folyt meg az utcán, vagy épp lúgot iszik. Nem biztos, hogy ezt választanám egy kisgyereknek a betűk megtanulásához. A Zöld Szalag című történet eredetileg egy ismeretlen eredetű francia népmese. 1824-ben jelent meg először egy amerikai író könyvében, és azóta számtalan verzióban láthatjuk különböző alkotóknál. 1970-ben viszont valamiért úgy gondolták, hogy gyerekmeseként is megállja a helyét. A történet még ha nem is kifejezetten durva, kellően hátborzongató ahhoz, hogy esti mesének senki ne olvassa fel. A változatok közt jelentős eltérések vannak, de én most a legújabb 1984-es verziót mesélem el. Egy Alfred nevű fiú találkozik egy Jenny nevű lányjal, aki egy zöld szalagot hord a nyakán. Jenny sosem veszi le a furcsa kiegészítőt, és azt sem árulja el Alfrednak, miért van folyton rajta. Még az esküvőjük napján is viseli. Jenny és Alfred együtt öregszenek meg, mire aztán a lány megengedi férjének, hogy levegye róla a szalagot. A szalag kioldásának pillanatában Jenny feje a földre zuhan és ő meghal. A történet zárása jóval több kérdést vett fel, mint ány választ ad. Most akkor Jenny élőhalott volt, vagy a szalag leszedése vágta le a fejét? Akárhogy is, miért hagyta a férjének, hogy megölje őt? Elég elborult ez mesének. A Hobbyas című népmesét 1891-ben jegyezték le először egy amerikai újságban, és azóta egy gyerekmeséket összegyűjtő kötetbe is bekerült. A történetben furcsa, a hobbiáknak nevezett lények látogatnak el egy család cölöpökre épült házához, de a kutya minden éjjel elijeszti őket az ugatásával. A családfőt annyira idegesíti a kutya éjjeli ugatása, hogy büntetésből először csak megszabdalja, pár nap után pedig végez az állattal. Mikor a kutya már nincs többé, a hobbiák lerombolják a házat, megeszik a férjt és a feleséget, a lányukat pedig egy zsákba dugják és magukkal viszik. A lények felakasztják a zsákot és aludni mennek, mikor feljön a nap. Egy férfi rátalál a síró lányra és megmenti, a zsákba pedig a lány helyett otthagyja a kutyáját.
Mikor éjjel a hobbiák felkelnek és kinyitják a zsákot, a kutya megeszi őket. Ez egyébként egy szörnyű mese. A szegény családot védő kutya halálán én teljesen felhúztam magam. Andersen meséi közül egy kevésbé ismertet választottam a listára. A lány, aki a kenyérre lépett című történet egy dán népmese feldolgozása. Egy ingenevű lányról szól, aki bár nagyon szép, arrogáns és büszke személyiséggel született. Kiskorában legyek szárnyát tépkedte ki és bogarakat kínzott, majd ahogy felnőtt egy gazdag családhoz került. Szégyelte szegénységben élő édesanyját, ezért nem látogatta meg, majd mikor a gazdag család elküldi egy nagy friss cipóval, hogy látogasson haza, tönkreteszi azt. A város kapujához érve a sárba dobja a kenyeret, hogy azon átlépve ne koszolja össze a cipőjét, de ekkor bűnért lerántják a pokolba. A pokolban kígyók és békák másznak rajta, szoborrá dermed, miközben legyek másznak a szemein, de a legrosszabb, hogy kínzó éhség gyötri, viszont nem tud lehajolni a lába alatti cipóért. Évtizedekig szenved a pokolban, miközben hallgatja, hogy a földön az emberek őt szidják, gundalokat költenek róla és csupa rosszat mondanak. Ez azért egész kegyetlen. Az eredeti népmeseit véget is ér, a lány örökre a pokolban szenved, de Andersen hozzáköltött egy boldogabb befejezést. Inge végül megvánja bűneit és madárként újjászületik. Egy egész télen át gyűjti az élelmet madártársainak, hogy azok ne éhezzenek, és végül felrepülhet a mennybe. A Flayed Old Lady egy 17. századi olasz gyűjteményből származó történet. Két nővér élt egy nagy fallal körülvett házban. Már meglehetősen öregek voltak és szépségük a múlt élet, de gyönyörű énekhangjuk nem kapott el. Mikor a király az otthonuk fala előtt elsétált, meghallotta az éneklésüket, és azt hitte, két csodás fiatal lány él odabent. Próbálta rávenni őket, hogy jöjjenek ki, de csak annyit ért el, hogy az idősebbik nő egy ujját zsírba áztatta és kidugta a fal egy repedésén. A király a puha és finom újláttán megbizonyosodott, hogy valóban gyönyörű hölgyek élnek odabent, és nagy nehezen rávette az idősebbik testvért, hogy találkozzanak. A nőnek az az egy kitétele volt, hogy csak éjszaka, teljes sötétben hajlandó a királyt meglátogatni. Itt jött a nagy trükk, ugyanis a szottyat lógó bőrét csatokkal összefogta a háta mögött, és így ment el a találkozóra. Ez egyébként egy olyan motívum, ami érdekes módon elég sok rajzfilmben visszaköszön. A király természetesen rájött a cserre, és dühében kidobta az öregasszonyt az ablakon, akinek lógó bőre beakadt egy faágai közé. A fán való lógás közben tündérek találtak rá, akik megszánták és fiatallá varázsolták. A megfiatalodás után valamiért hozzáment a királyhoz, aki azelőtt majdnem megölte. Az esküvőn a szintén öreg testvére irigykedve nézi, és megkérdezi, hogy lett újra fiatal, mire a nővére hazudik neki. Azt mondja, a régi bőre alatt volt a szépséges fiatalsága, mire az öregen maradt testvér elmegy egy borbélyhoz és megnyúzatja magát. A mese végén a király ráun a megfiatalodott nőre és kidobja, majd mikor az megpróbálja megkeresni réglátott húgát, rájön, hogy sajnos meghalt a hazugsága miatt. Mára ennyit a tízes listáról. Ha tetszett a videó, dobj egy lájkot és iratkozz fel a csatornára, hogy mindig értesülj a legújabb tartalmakról.